Kicsértessék a Jézus Krisztus! Gájer László vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának oktatója, római katolikus pap. Mindannyian érezzük, körbevesz bennünket, a bőrünkön érezzük a világjárványt, amely már hónapok óta itt van a nyakunkon, velünk van. Befolyásolja az életünket, befolyásolja az egyetemünk életét, az oktatást, és befolyásolja mindannyiunk közérzetét. Mint több a beteg, közvetlen ismeretség körünkben is egyre több olyan embert ismerünk meg, aki súlyosabb vagy kevésbé súlyos tünetekkel, de átesett. A világjárványon megfertőzte őt a koronavírus. Ferenc pápa, amikor még tavasszal a vírus első hullámában a vírusról beszélt, akkor megidézte az isteni irgalmasság vasárnapján Szent Faustina nővérnek a misztikus látomásait, amelyekben őt, Jézus arra hívta, idézem, ad nekem fájdalmaidat. Ez a mondat visszhangzott akkor a pápa ige hirdetésében, ad nekem fájdalmaidat, méghozzá a mostani világjárványra vonatkoztatva. És én is mindannyiótokat Jézusnak ezzel a szavával szeretnélek bíztatni és buzdítani, adjuk oda Istennek a mostani járványjal kapcsolatos félelmeinket, aggodalmainkat, fájdalmainkat, adjuk oda a világjárványt, adjuk oda a betegséget Istennek. Ez az idő a kiszolgáltatottság ideje, de a kiszolgáltatottság ideje mindig egyben a remény ideje is. A remény azt jelenti, bízunk abban, hogy van valami magasabb célja a világnak. Azt jelenti, hogy nem hiába való az ember sorsa, és nem kiszolgáltatott a világ erőjének, hanem van valami magasabb rendező erő, aki ezen a világon meghatározza a sorsunkat. Legyen a járvány ideje a remény, a megújuló remény ideje. Nem az önzésnek, önző céljainknak, saját életünk mentésének az ideje, hanem a nagyobb távlatok, a nagyobb célok meglátásának az ideje. Ugye ezt a reményt fel tudjuk éleszteni, a mi egyetemünk is, annak minden polgára vagy egykori polgára csatlakozni szeretne a Magyar Egyház közös imádságához, minden nap 11 óra 55 perckor egy rövid, néhány perces imádságban együtt imádkozunk a Magyar Kurír, a Magyar Katolikus Hírcsatorna YouTube csatornáján online módon együtt. Én erre szeretnélek mindannyiótokat meghívni, minél többen, és lehetőleg minél gyakrabban, akár minden nap csatlakozzunk. Ehhez a néhány perces imához, ahol Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros imáját imádkozzuk együtt, online módon, közösen, azért, hogy Isten megszabadítson bennünket a járványtól, és azért, hogy meglássuk a remény csíráit ebben a kiszolgáltatott helyzetben, ebben a nehéz helyzetben gyógyulásért és megtérésért is imádkozunk tehát minden nap. Hívlak benneteket, a Pázmany Egyetem minden polgárát és a kedves ismerőseiteket is, hogy minden nap 11 óra 55 perckor a Magyar Kurír YouTube csatornáján imádkozunk együtt a járvány megszűnéséért.